Második körös hitelátvállalás jöhet. A szeptember 11-i terrortámadásra emlékeztek a tűzoltók. Akcióban a jegyellenőrök. Jó estét kívánok, ez az aktuális szeptember 11-én szerdán, jönnek híreink részletesen. Az önkormányzat teljes hitelállományát átvállalhatja az állam az adósságkonszolidáció második ütemében, derül ki a csütörtöki képviselőtestületi ülésre készített egyik előterjesztésből. A frakcióvezetők kedd este stúdiónkban arról beszéltek, bár ezzel kapcsolatban sok még a bizonytalanság, támogatják, hogy az önkormányzat részt vegyen a programban. Az idei költségvetés első féléves teljesítéséről is tárgyalnak majd a képviselők csütörtökön. Székács György, a polgári oldal frakcióvezetője szerint a számok jól alakulnak, az önkormányzat pénzügyi helyzetét pedig az első ütemben lezárult adósságkonszolidáció tovább javította, és még idén indulhat a második ütem is. A második ütem arról szól, hogy a teljes önkormányzati adósságot az állam magára vállalná, és ugye ez valójában egy háromoldalú megállapodás lenne a pénzintézet, a hitelező, az adós önkormányzat és az adósságot átvállaló kormány, állam, államháztartás között, de itt még vannak bizonytalan elemek. Ilyen bizonytalan elem például, hogy az újabb átvállalás az önkormányzatnak most mintegy 110 millió forintjába kerülne. Ez nagyjából a 7%-a az adósságállománynak, ezt az állam részére ki kell fizetni. Hisz György, szocialista frakcióvezető szerint az önkormányzatnak élnie kell a lehetőséggel, bár a képviselő műsorunkban azt mondta, az első ütem sem teljesült a vártnak megfelelően. Az első ütemben 104 millió forintot vállalt volna át az állam az adósságkonszolidációból, ami ezt az évet érintette. Már ez se így teljesül, hiszen pont az anyag írja, hogy 104 milliót reméltek ebbe a költségvetési évbe, de 2013-ra mintegy 48 millió forint kiadás csökkenés reméltünk a kötvény, egyik kötvénynek a átvállásából. Fedezet hiányában nem került bele a konszolidációba, ezért jelentősen a tervezett megtakarítás csökkenni fog. Az adósságkonszolidáció második üteme mellett a képviselők csütörtökön dönthetnek a tűzoltó laktanya új helyéről, valamint a Gyöngyösi Atlétikai Klub labdarúgó csapatának második féléves támogatásáról is. A képviselőtestület ülését a Gyöngyösi Televízió élőben közvetíti. A 12 évvel ezelőtti New York-i terrortámadásra emlékeztek ma a gyöngyösi tűzoltók. A World Trade Center lerombolása 3000 ember életet követelt, a mentés során több mint 300 tűzoltót temettek maguk alá a ledőlő ikertornyok. Néhány perccel 2:45 előtt a gyöngyösi tűzoltók a megemlékezésre készülnek. 12 évvel ezelőtt ezen a napon csapódott két utasszállító a New York-i World Trade Center ikertornyaiba. A támadásban 3000-en vesztették életüket, köztük több mint 300 tűzoltó. A 14 óra 46 perckor beindított szirénák az ő emlékükre szóltak. Az időpontválasztás sem volt véletlen, hiszen magyar idő szerint ebben a pillanatban következett be ez az ominózus terrortámadás, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy még a tévéképernyőkön keresztül is sokkoló volt a látvány, hiszen a toronyból kiugráló emberek és a kétségbe esett segélykiáltások azt hiszem, hogy mindenkinek a szívébe hatottak. A tragédia mély nyomokat hagyott a tűzoltókban, akiket még úgy is megráztak a 12 évvel ezelőtt történtek, hogy fel vannak készülve a hasonló esetekre. Mi valamennyien arra tettünk esküt, hogy az életünk árán is segítünk a bajba jutottakon, de természetesen, hogy ennyien haltak meg, ez számunkra is sokkoló volt, és még inkább erősítette bennünk azt a hitet, hogy amit teszünk, amit cselekszünk, az mindenféleképpen az emberek javát szolgálja. Szeptember 11-én Magyarország minden katasztrófavédelmi kirendeltségén hasonló megemlékezést tartottak, amelyeken nem csak a New York-i, hanem valamennyi hősi halált halt tűzoltóról megemlékeztek. Szigorúan ellenőrzik a vonatokat. A blitzelők kiszűrése érdekében ugyanis újabb akciót indított a MÁV. A következő hetekben országszerte, így Gyöngyösen is a megszokottnál gyakrabban találkozhatunk ellenőrökkel a szerelvényeken. Jegyeket, bérleteket és az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges hivatalos iratokat ellenőriznek a Gyöngyösön áthaladó vonatokon. Hétfőtől több héten át országszerte a szokásosnál nagyobb létszámban teljesítenek szolgálatot a jegyvizsgálók. Az akció célja a blitzelés visszaszorítása. Nagyságrendileg évente több milliárd forintos kárt okoznak a szándékos és vétlen blitzelők a vasúttársaságnak.
több eszközünk van arra, hogy ennek a mértékét csökkentsük. Őket próbáljuk az ilyen akciókkal, a fokozott jegyvizsgálói jelenléttel és a peronkapuk átmeneti visszaállításával rávenni arra, hogy váltsák meg a menetjegyüket. Legutóbb februárban indított hasonló ellenőrzést a MÁV. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az akciók idején megnő a jegyvásárlási hajlandóság, és csökken a kiszabott pótdíjak mértéke. 2600 forint az a pótdíj összeg, amelyet meg kell fizetni még a menetjegyen felül, hogyha valaki nem vált menetjegyet. Hogyha valakinek csak pót és helyjegye nincsen, akkor pedig 500 forint a pótdíj mértéke. Aki viszont jogosulatlanul vesz igénybe valamilyen kedvezményt, akár 8000 forintos bírságra is számíthat. Az általunk megkérdezettek a Gyöngyös-Vámosgyörg vonalon csak ritkán találkoznak jegyvizsgálókkal, most viszont heteken keresztül több ellenőr lesz a vonatokon. Milyen gyakran szokott ellenőrökkel találkozni? Ezen a vonalon nem nagyon. Most volt, mert valami akármi volt, úgy hallottam. Most van egyébként egy fokozott ellenőrzés, akkor ezt még nem tapasztalta a vonatokon, hogy több az ellenőr? Nem. Most ma nem volt. Pedig elég gyakran szoktam jönni, mert itt szoktam vásárolni, és nem, eddig nem volt. Az akciót újra és újra megismétlik, azonban, hogy mikor kell legközelebb fokozott ellenőrzésre számítani, a mostani akció eredményétől is függ. Valamennyi gyöngyösi általános iskola csatlakozott az iskolatej programhoz és az Európai Uniós szinten is újrainduló iskolagyümölcs programhoz. Az idei tanévtől az iskolagyümölcs programban elsőtől a hatodik osztályig vehetnek részt a gyerekek. Osztják a gyümölcsöt a Kálváriaparti általános iskolában Gyöngyösön. A szállító ma almát hozott, de nektarint, körtét, répakarikát és paradicsomot is kapnak az iskolagyümölcs program keretében a diákok. Az intézmény 2010-ben csatlakozott a programhoz, az iskolatej program pedig az év elejétől működik az iskolában, és mindaz 520 tanuló kapja napi rendszerességgel. A gyümölcsprogram első osztálytól hatodik osztályig bővült ki ebben a tanévben. A gyümölcsprogramot nagyon-nagyon élvezik a gyerekek már a évek óta, hiszen változatosan kapják a gyümölcsöket, és vannak olyan tanulóink, akik azt szokták mondani, hogy otthon nem igazán eszik meg a gyümölcsöt, itt látva a többieket, ők is hozzákezdenek és elfogyasztják a gyümölcsöt is, vagy a zöldségfélét is. A tej programmal kapcsolatban a tejet kevesebben szeretik, de itt is az a tapasztalat, hogy azért igyekeznek látva a társukat ők is tejet elfogyasztani, a kakaónak és a tudorudinak természetesen nagyon-nagyon népszerűsége. Az Európai Uniós iskolagyümölcs programot annak reményében indították, hogy segítsen a diákok egészségesebb életmódra nevelésében, hogy minél kevesebb gyerek legyen túlsúlyos. A program célja, hogy megkedveltesse a zöldséget, gyümölcsöt a gyerekekkel, és helyes táplálkozási szokások kialakítására ösztönözze a fiatalokat. Én nagyon örülök neki, mert a tejben sok kalcium van és erősíti a csontokat. És azért szeretem az almát, mert sok vitamin van benne. Én a tejet a reggelimhez iszom, és hogyha esetleg más van, akkor meg azt megeszem magában, szünetben. Ebben az iskolában nem jellemző, mondja az igazgatóhelyettes, de vannak olyan intézmények, ahol sok gyereknek ez jelenti a napi gyümölcs és fehérje fogyasztást. Átadták a megújult és kibővített gyerekszobákat a gyöngyösi híd gyülekezetében. Az átalakításra azért volt szükség, mert most sokkal több a gyerek, mint a gyülekezeti ház átadásakor. Kisvakond és Bambi, színes hangulatos környezet. A helyi gyülekezeti tag Pálinkás István kezei nyomán egy-egy meserészlet elevenedik meg az újonnan átadott gyermekszobák falán. A vidáman illusztrált helyiségben a kicsiknek tartanak majd foglalkozásokat szakképzett pedagógusok, de most a nagyobbak is boldogan játszanak. Nagyon szép és nagyon tetszik. Szerintem nagyon sok munka volt ezzel a szobában, és nagyon-nagyon megérte. A csecsemőknek is külön szobát alakítottak ki. Az óvodások elhelyezése eddig is megoldott volt. A szülőkkel érkező gyerekek itt játszhattak az istentisztelet ideje alatt. A 2002-ben átadott épületet azért kell bővíteni, mert megnövekedett a felnőtt és a gyermek létszám is. Azért volt erre szükség, mert hála Istennek egyre több gyermek született, mert erre biztatjuk a közösség tagjait, hogy annak ellenére, hogy nagyon nehéz az élet, illetve nagy a válság és sok probléma van, de reménységgel nézzenek a jövőbe és vállaljanak gyermekeket.
Jelenleg közel 100 különböző korú gyermek jár a közösségbe, és több kismama is várja gyermeke megszületését, mondja Nasinszki Péter, a gyülekezet vezetője. A 400 fő befogadására alkalmas épület az iskolás korosztály számára, további 120 négyzetméteres helyiséggel és egy kis könyvtárral bővül a jövőben. Itt a gyerekek bibliai és kézműves foglalkozásokon vehetnek majd részt. A vezető lelkész hangsúlyozta, a beruházás teljes egészében a helyi gyülekezet tagjainak adományaiból valósult meg. A labdarúgó megye első osztály negyedik fordulójában a Domoszló Detk összecsapás számított szomszédvárangadónak, igaz a mérkőzést Gyöngyös-Solymoson rendezték. Hazai pályának tekintjük, mert ezt tudták megszerezni a vezetők. Úgy gondolom, hogy a feltételek megfelelőek, mi próbálunk alkalmazkodni hozzá, aztán megpróbáljuk megvívni sikeresen a mérkőzést. A Detk játékos edzője Labanc Róbert feltérképezte ellenfelüket, és győzelmet remélt a mérkőzés előtt. Személyesen ismerem a játékosoknak az ömét, volt játékostársam, volt csapattársam között. Azt nem tudom, hogy hol lesz a gyenge pontjuk, de mindenféleképpen gólokat szeretnénk rúgni. És mivel lennél elégedett a 90 perc végén? Mindenféleképpen győzelmet szeretnénk. A találkozón a zöldmezes domoszlói játékosok váltották valóra edzőjük elképzeléseit, és már a szünetben 2-0-ra vezettek, sokak meglepetésére. Igaz, a Detkiek több helyzetet és egy 11-est is kihagytak. A helyzetük megvolt, őnekik is kettőt rúghattak volna, hogyha kimaradt a 11-es, meg egy kapufa, de egyelőre szerintem Domoszló összességében, hát ha nem is két góllal, de megérdemelten vezet. Ki nyerheti a meccset? Hát a mostani állás szerint, ha nem lesz nagy változás, akkor Domoszló azért egy fél idő alatt két gól, az nagyon nagy elő. A mérkőzés állása a második 45 percben sem változott. Az osztályban a Gyak hazai pályán 8-0 arányban legyőzte a Bélapátfalvát, a Gyöngyös Halász 11-0-ra az Andornak táját, a Markaz 4-3-ra a Pétervásárát, míg 3-0-ás vereséget szenvedett Verpeléten a Szőlőskert Nagyréde. A tabellát a Gyak vezeti, mögötte a Markaz és a Detk sorakozik a dobogón. Tovább csökkenti bruttó 5 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL pénteken. A gázolaj ára nem változik, értesült piaci forrásokból az MTI. A változással a benzin átlagára 420-421 forintra csökken, a gázolajé 441-442 forint marad. A MOL szerdán csökkentette bruttó 6 forinttal a 95-ös benzin árát, a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pedig 2 forinttal emelte. Az autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázatra már csak néhány napig lehet jelentkezni, ugyanis szeptember 15-én lejár a benyújtási határidő, figyelmeztette a kormányzati portálon az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Államtitkársága. A kiírás alapvető célja, hogy infrastruktúrális fejlesztések támogatásával hozzájáruljon az aktív korú autizmussal élők, valamint az egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának növekedéséhez. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A Magyar Telekom 315, a MOL 16700, az OTP 4314, a Richter 3613, a TVK pedig 2465 forintba került a nap végén. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 263 pontos emelkedéssel 18359 ponton zárt. Az aktuális végén jönnek híreink még egyszer, egy-egy mondatban. Az önkormányzat teljes hitelállományát átvállalhatja az állam. A szeptember 11-i terrortámadásra emlékeztek a tűzoltók. Akciót indít a blitzelők ellen a MÁV. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális szerdán, jövünk majd holnap is a szokott időpontokban, addig elolvashatják híreinket a gyöngyöstv.hu oldalon. Minden jót, a viszontlátásra! We'll be right back.